Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást a mai sajtótájékoztatóra. Veszteségeket kénytelenek elkönyvelni a magyar emberek ebben az esztendőben. A lopakodó áremelések és az emelkedő adók miatt. Miközben a kormányzati átverés arról szól, hogy valamifajta adócsökkentést akartak megvalósítani, amit megígértek korábban. Ehelyett azt látjuk, hogy a dolgozók, az emberek jelentős része rosszabbul jár az új adórendszerrel, és eközben a válságadó miatt tovább emelkednek a fogyasztási cikkek árai, mindenki rosszabbul jár. Néhány példával is szeretnénk ezt érzékeltetni, mert a későbbiekben összességében az elején már megállapítható az, hogy a Orbán adó miatt több százezer magyar család jár rosszabbul ebben az esztendőben, miközben az emberek zsebéből kiveszik a pénzt a fideszes politikusok, aközben saját maguk zsebét tömik meg ezzel a pénzzel, és a gazdag lekötelezettjeiket jutalmazzák a dolgozóktól, a kisvállalkozóktól, a nyugdíjasoktól beszedett pénzből. Igazságtalan és elfogadhatatlan számunkra. De nézzük, hogy miért is. Ha az aktív munkavállalókat nézzük, vagy azokat a kis és közepes vállalkozókat, akik esetleg még önfoglalkoztatók is, tehát bérből élnek, fizetésből élnek, mintegy 3 millió 600 ezer olyan ember van, aki ma Magyarországon jövedelemadó bevallást kell, hogy készítsen. Ezeknek egy jelentős része korábban nem fizetett jövedelemadót, hiszen minimálbér vagy a környéki jövedelme volt. Az új adórendszer szerint azonban jelentős tehernövekedés hárul rá. Három példát hoztam dolgozókra, egy a minimálbér környékén kereső, egy az átlagkereset alatt kereső és egy 200 000 forintos bruttó bérrel rendelkező személy esetében. A nettó bérveszteség a személyi jövedelemadó változás miatt egy 75 000 forintos bruttó bérrel rendelkező személy esetében évi 29 000 forint veszteséget kénytelen elkönyvelni egy magyar ember az Orbán adó miatt. De ha azt nézzük, hogy valakinek 100 000 forint a bruttó bére, és az azért jellemző ma Magyarországon, hogy 6 számjegyű bruttó bérrel jelentik be az embereket, és 6 számjegyű bruttó bér az, ami hivatalosan megjelenik az adóbevallásban is. Ebben az esetben 25 000 forinttal kap kevesebbet egy évben az illető, mert az adórendszer számára hátrányos, számára kedvezőtlen. De mondjuk egy 200 000 forintos bruttó bérrel rendelkező, mondjuk diplomás közalkalmazott, 53 ezer forinttal vihet haza kevesebbet az új SZIA miatt, az új személyi jövedelemadó rendszer miatt. De az elmúlt évben nem csak az adórendszert változtatta meg az Orbán kormány és a fideszes többség a parlamentben, hanem a TB járulékot is lopakodva megemelték, 0,5%-kal emelték a munkavállalók által fizetett TB járulékot, ami korábban 9,5% volt, most 10%-os nyugdíjjárulékot kell fizetnie a munkavállalóknak. Ez azt jelenti, hogy egy 75 000 forintos bér esetében 4500 forintos veszteséget kénytelen elkönyvelni valaki a lopakodó TB járulék emelés miatt, egy 100 000 forintos bruttó bérhez 6 000 forint veszteség kötődik, és egy 200 000 forintos bruttó bérhez 12 000 forintos járulék elvonás többlet eredményez, ennyivel kevesebbet fog tudni hazavinni a járulék emelés miatt. Ha megnézzük, akkor a három bérkategóriában az Orbán adó 33.500, 31.000 és 65.000 forintos elvonást jelent a dolgozóknál, azoknál a kisvállalkozóknál, akik önfoglalkoztatók. De a nyugdíjasok sem járnak sokkal jobban, hiszen a nyugdíj emelés, amit novemberben kellett volna biztosítani a nyugdíjasoknak, az 0,5%-kal alacsonyabb volt a tervezetnél és a törvényben előírtnál. Egy nagyszámú nyugdíj ma Magyarországon, több mint 500 ezer ember keres 60 ezer forint körül, vagy keres, kap 60 ezer forint körüli nyugdíjat. 60 ezer forint nyugdíjjal rendelkezők 3600 forintos veszteséget kénytelenek elkönyvelni a nyugdíjemelés tényleges járandó összege és a ténylegesen kifizetett összeg közötti különbség miatt. Egy 84 ezer forintos nyugdíj esetében, ez volt tavaly az átlag nyugdíj, 84 ezer forint, 84 ezer forintos nyugdíjas 5040 forint veszteséget kénytelen elkönyvelni
egy évben az emelés ellopása, lenyúlása miatt. És természetesen mondjuk, akinek 100 000 forint nyugdíja van, annak 6 000 forinttal kevesebb jut a nyugdíjából a megélhetésre, mint amennyi kellett volna, hogy járjon neki. De nézzük ezzel szemben, aki közben a dolgozókat és a nyugdíjasokat kifosztják, ha egy kicsit följebb görgetjük, akkor látjuk, hogy mondjuk egy átlagos államtitkár, aki havonta 1 millió forint körüli összeget keres, van, aki 980-at, van, aki 1 millió 100 ezeret, attól függően, hogy képviselője vagy nem képviselő, tehát 1 millió forintos bruttó bér mellett havonta 135.830 forinttal kevesebb adót kell fizetnie. Gondolják el, hogy ez csak az adó kedvezmény számára, az a nettó bérnövekmény, amit egy államtitkár elkönyvelhet, ez egy évben 1.629.964 forint összességében, hogyha a kedvezményeket is mindent figyelembe veszünk, ami családi adókedvezmény nélkül. Tehát ez a személyi jövedelemadó rendszer változása alapján nem 32%-kal adózik egy államtitkár, hanem csak 16%-kal adózik ezentúl. Neki több mint 1,5 millió forinttal több marad a borítékban, annyit vihet haza. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy amit a dolgozóktól, az átlag vagy átlag alatti keresetű emberektől elvettek, az az államtitkárok, miniszterek és a gazdag lekötelezettjeik zsebébe tömik ezt a pénzt. Ez azt gondoljuk, hogy igazságtalan. Mindemellett nem elég, hogy kevesebbet keresnek Magyarországon az emberek idén, hanem az árak is emelkedtek. A 2009-2010 decemberi ár növekedési ütemeket is bemutatja a következő táblázat. Ha az idényáras élelmiszereket nézzük, akkor 34% volt az áremelkedés, étolaj, liszt teljesetében 30-27, illetve 8%-os áremelkedésre került sor az elmúlt időszakban, és ami a következő időszakban még a fekete levest majd hozza, az az üzemanyagok emelkedése, üzemanyagok árának az emelkedése, 20%-kal emelkedett az üzemanyagoknak az ára az elmúlt bő egy évben. Ez azt jelenti, hogy ez ma még csak a benzinben, gázolajban jelenik meg, mint áremelkedés. De igazából most jön még a fekete leves, most jön még az Orbán adó igazi következménye. Az áthárított válságadók, az igazságtalan adórendszer miatt az emberek egyre többet kénytelenek majd fizetni az élelmiszerekért, a fogyasztási cikkekért, és többek között amiatt is, mert hogy az üzemanyag árak így emelkedtek. De a vezetékes gáz ára is 19%-kal emelkedett, a távfűtés ára pedig átlagosan az országban, főváros és vidék összesen 8%-os áremelkedés mutat. Ez azt jelenti, hogy mondjuk míg a fővárosban nem emelkedett a távfűtésnek az ára az elmúlt időszakban, addig vidéken, vidéki nagyvárosokban, távfűtéses városokban jelentősebb áremelkedés volt. Az átlag ebből a szempontból egy érdekes szám, de 8%-os távfűtés áremelkedése volt. Összességében tehát megállapítható, hogy az igazságtalan adórendszer, amit az Orbán kormány bevezetett, azt eredményezi, hogy egyre kevesebb pénz jut az embereknek, és azt eredményezi, hogy az áthárított válságadók miatt egyre többet és többet kell fizetni az embereknek a fogyasztási cikkekért, a megélhetésükért. Tehát nem elég, hogy kevesebbet keresnek, még többet is kell fizetniük. Ez egy igazságtalan, a szocialisták számára elfogadhatatlan rendszer. Ez az, ami az Orbán kormányt egyébként jellemzi. Egy fordított Robin Hood szerep, amit a szegényektől, az alacsony jövedelműektől, az átlagos vagy átlag alatti jövedelműektől elvesznek, azt adják maguknak, a gazdagoknak. Ez számunkra elfogadhatatlan. Én röviden ennyit kívántam elmondani, és ha van kérdés, akkor állok szívesen rendelkezésükre.